A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatóját láthatják az online számlarendszerről. Ugye az online számlarendszer 2018-ban került bevezetésre. A július 1-től annyi változott, hogy már áfa értéktől függetlenül kötelező számladatot szolgáltatni minden olyan vállalkozásnak, aki egy másik belföldi vállalkozásnak, belföldi áfa alanynak terméket értékesít, illetve szolgáltatást nyújt. Korábban ugye ez az értékhatár 100 000 forint volt, ez megszűnt, illetve a NAV úgy segíti ezeket a vállalkozásokat, hogy ingyenes számlázó programot biztosít a részükre. Ezt a legegyszerűbben úgy tudják megtenni, hogy egy előzetes regisztrációt kell megtenni az online számla.nav.gov.hu oldalon. Ugye ez az online felület, ez azért is jó, mert nem kell a gépre telepíteni semmilyen programot, nem foglal tárhelyet, egyszerűen egy internet kapcsolat kell hozzá, és ez alapján már tudják akkor a számlákat kiállítani, illetve magába ebbe a számlázó programba is van egy automatizmus, hogy automatikusan a kiállított számlákat továbbítja a NAV felé. Az elmúlt 2 év alatt több mint 860 ezeren regisztráltak ebbe a rendszerbe, és ami külön öröm számunkra, hogy az online számlázó programot pedig 70 ezer vállalkozás használja. Ami a legnagyobb újdonság, illetve a nyáron újdonságként került a figyelem középpontjába, hogy júniustól ez a NAV új fejlesztés, az online számlázó program elérhető mobil applikáción is, ami ingyenesen letölthető az Apple App Store-ból, illetve a Google Play áruházból is. Androidra 14 ezeren töltötték le, míg iOS platformról 7 ezeren töltötték le. Ez gyakorlatilag ugyanazokat a funkciókat tudja, mint egy online, mint a gépen használatos online számlázó program, de azért azok a vállalkozók, akik ugye sokat vannak úton, telefonon keresztül is ezt tudják használni, akkor ez nagyon nagy segítség lehet számukra. Bármilyen kérdés felmerül, ugye nem említette, hogy lehet elektronikusan is, de hogyha valaki telefonon szeretné érdeklődni, az kit és hogyan hívjon? A 18-19-es általános tájékoztató vonalon tud érdeklődni az ügyfél, hogyha bármilyen problémája van. Köszönöm a tájékoztatást! Én köszönöm, minden jót, viszont